Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Vasárnap, és egy jó kis zuhi után, ami szombat este érkezett. Ismételten itt vagyok. Sok a körömére és bánatára. Na, kérem szépen, hát nem is tudom mennyi idő van már. Volt egy kis búcsúzásom, elbúcsúztam a fűnyírógakartomtól. Volt egy úriember, aki rám írt, hogy esetleg Nemetőre, lehet, hogy olvastátok is valamelyik videóm alatt, hogy nem tudok szerezni neki egyet, vagy nem tudok esetleg valahol elaludt, mert akárhol keresi, nehéz, nem talál, vagy mire odaér, vagy mire megtalálja, arra elviszik. Hát igen, én is nehezen tettem szert annak idején erre a kokartra, fűnyírókokartra. Régebbi videóink közt megtaláljátok, aki esetleg még újonnan csatlakozott hozzám. Persze üdvözlöm őket is, akik nemrég iratkoztak fel a csatornámra. Elbúcsúztam tőle. Úgy döntöttem, hogy írtam is neki, hogy ha annyira szeretné, akkor én eladom az enyémet. Úgyis durván 2 éve itt pihent a kecóba, kis ereszaladt a Vinkovics mellett, úgyhogy nem használtam. Ő meg úgy azt mondta, hogy van egy 9 éves fia, és nagyon szeretne a nagypapinak segíteni, füvet nyírni, és úgy gondoltam, hogy akkor legyen boldog az a kis srác, aztán eladtam neki. Ma jött érte, el is vitte, és hát remélem, hogy sok örömet fog majd kiokozni. Hát lehet, hogy neki is, és a gyerkőcnek is. Úgyhogy még a nagypapi is fölülhet rá szerintem kipróbálni egyet, hogy megy a gépezet. Úgyhogy hát sajnáltam, mert nem volt egyszerű megszerezni, ritka darab, de hát úgy voltam vele, hogy ha már úgyis itt nálam 2 éve nem használtam, és láttátok, nem is csináltam róla a videót mostanában, akkor inkább legyen egy gyerkőcé, legyen vele boldog. Ő szerintem sokkal többre értékeli, úgymond, elszórakozik vele, és a szórakozást egybeköti a fűnyírással, a melóval, aztán ő boldogabb lesz tőle, mint itt nálam, hogy porosodjon meg bent, pókhálósodjon. Előjöttem, tiszta pókháló, meg pia, meg minden volt, hát szegény, megértem elindítani, egy őszinte legyek, de azért sikerült. Sikerült. Épp a tulaj, a leendő tulaj, aki most már ugye úton van vele hazafele, az Isten nem indult, ennyi szikra volt, minden volt. Aztán idejött, befrecskendeztünk, még ő ajánlotta, hogy frecskendezzünk be neki, befrecskendeztem neki, hopp, egy rántás, aztán el is indult a gépezet. És tényleg remélem, nagyon sok örömük lesz benne, hát bízok benne, hogy meghálálja majd a masina. Úgyhogy a gyerkőc biztos, hogy élvezni fogja. Szerintem a nyári szünetet biztosan a nagypapéknak fogja tölteni. Hát remélhetőleg, remélem, hogy nem adja meg magát a gépezet. Azt mondta a tulaj, hogy olajat fog cserélni, átnézi mindenben. Mondtam neki, hogy 2 évet állt a gép, az is nehezen tudott elindulni, de elindult, ki is próbálta, kaszált is vele, úgyhogy tetszett neki, úgyhogy el is vitte. Tényleg most már úton van hazafelé vele aztán. Remélhetőleg mi hamarabb hazaért, mert elvileg meglepetésnek szánta, a gyerkőt se tud róla, úgyhogy szerintem nagy öröm lesz, mikor meglátja hazaér, és meglátja az utánfoton, ott figyel egy gépezet, szerintem biztos örülni fog neki. Na jó, tehát akár hiszem, kicsit megkönnyeztem a gépezetet, mert sajnáltam, de hát jó van, legyen boldog a kisrác vele, én meg majd elütöm valami mással az időt. Keresek vagy más hóbortot, vagy más technikát inkább helyette. Úgyhogy erről akkor ennyit. Tehát elbúcsúztam tőle, úgyhogy többet nálam azt a fűnyírógokartot nem fogjátok látni. Ez van sajnos. Vagyis nem sajnos, inkább örülök neki, hogy egy jó helyre került. Tehát remélem, hogy tényleg örömet fog okozni a kisrácnak. No, akkor térjünk rá. Hát tegnap jött egy fűnyíró hozzám, nem, hogy hozták, akarom mondani, nem úgy jött, mert volt egy kis probléma, épp még az eső előtt ért ide, épp hogy ide értek vele, amely, hát nem is olyan pici, mint utólag észrevettük, hogy hát el van törve rajta egy konzol, ami a karburátor tartja. Érdekes módon hosszára es hasat eltört, és ugye kiesett a karburátor a beömlő részről, és eleve nem kap benzint, szegényem. Úgyhogy ezt kéne valami úton, módon majd megrenoválni. No, kérem szépen, itt van ez a fűnyíró. És mint látható, ez a kis lemez, ami a karburátor tartotta,
és az ékszerű részt. Van egy kis vékony lemezecske, szerintem ilyen állalakban volt meghajtva annó. Az meg beadta az unalmast, úgyhogy egy az egy beeltört, elhasadt, végigtört. És ugye lecaffant az egész, lehet látni, hogy bent az a cső, ugye a karburátor, ugye a torok, ugye le is esett, és hát megállt a gép. Azt akkor nézik, ha srácok, hogy hoppá, ridikül, itt valami probléma van, mert itt lafog minden, úgyhogy ennek kampezdaló lesz. Hát nem tudom miért, hogyan sikerült ennek így letörnie. Na mindjárt szétkapom, csak közben volt egy kis gondom, el kellett indítanom a kapálógépet, melyel az a sprint, amit ugye rongyal rángatok be, hogy el tudjam indítani, közben azt mondja, bajtás azt mondta, hogy bevállalja a kapálást, úgyhogy az bűrög most kint. Én meg akkor közben csinálom a videót erről a masináról, amely érdekes módon, nem tudom hogyan se, de megadta magát. Első körben eltállva ittam ugye a burkolatot. Másmit is tudnék csinálni hirtelen, meg kéne néznünk egyszer, hogy mi a franc lehet a hiba. Mit, hogyan tudott az úgy eltörni? Na mindjárt megnézzük. Hát igen, ez egy az egybe sajnos eltört. Érdekes egy dolog. Hogy hogyan volt ez? Aha, itt volt fölötte. Vagy hogy? Így. Hát ez érdekes. Ez érdekes, emberek. Meg kéne vennem azt a lemezt, nem tudom mi fogja meg mi sem. De jó lenne itt levennem. Mi a francot tudnék vele kezdeni? Két csavar fogja szerintem össz-visz. Csak ugye ez megint mi a fene, hát hál' Isten ez a hülye méret lesz szerintem, már ugyan sanda gyanúm. Hát igen. Bízok benne, hogy nem ment bele semmilyen maszat. Remélhetőleg. Na kérem szépen, mindjárt fogom, megmutatom közelről, jó? Látjátok, az a lemez ott végig van törve, ugye, és itt a másik fel, látjátok, ugye, ami tartotta a milyen fenét, hogy el van végig törve. Ez érdekes. És egy az egybe kibukott a mutatványinét. Hát nem tudom, ebben nem-e volt valami ógyűrű, itt a karburátor, ebbe a kis wire-ba, hát aztán is szerintem elszállt. Én szerintem ott kellett, hogy legyen egy ógyűrű is. Nem hiszem, hogy ezt tartotta össz-visz. Ajaj. Az érdekes lesz, én azt hittem, hogy ez benn marad, de hát nem tudom, de én szerintem, vagy álljatok, az a csatlakozási pont lenne? Lehet, hogy ez a csatlakozási pont, aha, akkor nem kell úgy ürűnek lenni, hanem ott van egy fehér tömítés, akkor jó, akkor szerintem talán oda nem kell tömítés. Azt a fenes, vagy nem, itt a tömítés, akkor mégiscsak lehet, hogy oda kell valami kis tömítőanyag, ugye legalább egy úgy ürű, hát az meg nincs sajnos, ajaj. Oké, de most, hogy a kamerálmányomat is megrenováltam, meg kéne néznem ezzel is, azt le kéne vennem mindenféleképp innét, ugye? Addig semmit nem tudok csinálni, még eztől meg nem szabadulok. Melyik lesz a jó, azt nem tudom. Ez egy hülye amerikai méret, gondolom már megint, feles. Ezt imádom. Tehát a 9-es, akarom mondani, ez 8-as, vagy 9-es. Nem jó, na megpróbáljuk ezt. Hát persze, hogy este jóra. Igen, most már tényleg be kéne szereznem valami valami kulcskészletet, mert ez így nem megoldás. Na, addig ide érek ám. A 10-es kulcsa úgy, ahogy meg tudom fogni. Na mindegy. Az is valami. Azt nem tudom, hogy belül ezeket le tudom venni karburátort. Hát, ja, rittig ezt meg nem fogja meg. Hajjaj. Hát ez nem lesz így jó. Ez így nem jó, emberek. Ezt a lemezt még ahogy le tudom innét venni, talán. Ezt meg is próbálom itt lekapni. Mert ennek úgy sincs majd értelme sajnos. Nem tudom, milyen lemez, szerintem külön lehet hozzávenni, de érdekes, hogy a francba tudott ez letörni. Ugye eltörni. Rászkó, de friss törés, fényes. Mindjárt, ha le tudom venni, akkor megmutatom, jó? Elvileg két csavar fogja, ha csak hátul még nem fogja törni, nem tudom. Na, mert egyik megvan. Nem tudom, ez mivel van itt egybe. Hát, lehet, hogy nem jön ki. Ajaj. Tudom, de itt van még egy csavar.
hátul. Miért ezt is megpróbálom levenni. És akkor ez, nem tudom, hogy lejön erről a valamiről. Jó, leakadt, oké. Egy kicsit meg kell burítani, mert nem tudok csinálni. De milyen jó, hogy ez itt van. A legjobb helyen van ez a hülye csavar, nem is lehet hozzá férni. Várjátok, ezt el kéne raknom ide, nehogy eltűnjön. De kérdeztem a srácokat, hogy nem-e ütakés, nem érezték, hogy ütakés, mondom, nem-e azért rászkodott és eltört. Mert önmagában, jóval le is jött. Önmagában ez nem tudom, hogy tudott, nézzetek oda. Várjátok, a kulcsokat elrakom. Ez zavaró tendencia, hol van? Na itt van, látjátok? Teljesen fényes törés. Ugye ami azt jelenti, hogy ez most tört el egy az egybe. Végig fényes. Meg lehet látni, hogy fényes a törés minden egész végig. Ahogy akár honnét nézem, a törés az fényes. Úgyhogy ez egy az egybe eltört ez a konzol. Ez a tartóelem, és honnétok ezzel szerintem már vége a dalnak. Lelaffant ugye a karburátor mindennel együtt, aztán vége. A gép megállt. Na. Mert úgy gondoltam, hogy hát hegezgetni kéne, de hát ezt hegeszteni, ilyen vékony lemezt, én nem biztos, hogy meg tudom hegeszteni ezt. Úgyhogy valószínű egy másikat kéne, de nem is értem, hogy hát persze meg van gyengítve ugye jó formán, most ha megnézitek, meg nem tudom, hogy amúgy a karburátort még fogja valami, de nézzetek oda. Itt tartott egy centi kb. Ugye itt egy furad volt, ezen a részen, meg itt tartott a hát, durván 3 centi ezt a részt. Tehát összvisz 4 centi tartotta, hogy úgy ránézésre hirtelennyébe. Középen volt egy kimarás, meg van gyengítve ott a lemez. Ugye tud rezegni. És ugye elvileg ugye valószínűleg ez mozgott is, de hogy a francba tudott ez így ekkorát mozogni, hogy eltörjön, hogy egy az egybe eltörjön. Tehát ez fura. Fura, hogy egy az egybe eltört, tehát nem úgy, hogy a régebbi törés, hanem egyet laffant, szent hosszál is tört. Nem tudom. Igaz, nem is próbáltam még, hogy a kés nem elő, tehát nem is tudom kipróbálni. Egészen addig még itten, hát ezt le nem veszem mindent a karburátort, szét kéne szednem az egészet, tehát ki kéne akasztanom, le kéne vennem először ezt, kiakasztani azt a kis rudazatot, aztán szépen lassan ki kell vennem onnit az egész óbelavancot, úgymond. No kérem, itt is vagyok, a gázbóvrend kikötöm így elsőre, ha sikerül meglazítanom ezt a csavart, oké. Ez az első, amit innen kikötök, ne akadékoskodjon, ugye ezt könnyedén ki lehet akasztani, elvileg. Jó, ezt a csavart vissza is teszem, nem szeretném, ha elveszne, meg ez a kis kütyű. Így. Éppen ezt visszavágjuk ide, ahol volt. Ez a tuti, mert ha félreteszem a csavart, hogy majd na, vagy majd, ha meg lesz, akkor tuti, hogy nem lesz meg. Oké, megpróbáljuk akkor ezt a... Ja, még rajta benzincső. A benzincsőhöz kéne hoznom egy fogót, meg valami üveget leereszteni a benzint. Na, mert ahogy néztem, benzin az van benne még egy pötty valamennyi, úgyhogy azt le kell mindenjön szednem róla, mert a csövet, mert másképp nem tudok vele mit csinálni itt. Azt meg ugye nem egy egyszerűséggel, a fogóval egy kicsit hátrébb, húzom így, ezt lerántom róla a francba. A benzin csöve! Mondom én, lerántom. Jó. Oké, és ez ide szépen elvileg belefolyik. Leveszem a tanksapkát, jobb több levegőt kapjon. Kicsurgatom belőle. Oké, benzincső kiiktatva. Akkor már csak ezt az egészet kéne szétvágnom flexel. Nem ám. Na, kiakasztom ezt a kütyüt. Vagy rövid ez a hülye benzincső. Addig nem tudom elengedni. Na mindegy, majd vágok itt. No kérem, szépen megtörtént a leeresztés. Akkor kiakasztom már ezt a rudazatot. Továbbiakban kiakasztom ezt a rugót is, mert nekem erre nincs szükségem egyelőre. Csak el ne felejtsem, hogy hol volt. Tehát a rudazat ebben a lyukban, ez a mi a fene rugó. Viszont ebben a lyukban volt, van, volt, lesz, nincs. Jó, rajt is van, oké.
Na kérem, megszabadult a karburátortól és légszűrőháztól a fűnyíró. Nézzetek oda, tehát itt tört el. Tehát ugye lehet látni, hogy meg van gyengítve a lemez egyrészt a furatokkal, ugye ami a karburátor tartja, ugye a karburátor nyilással, és ugye a furattal. Tehát nem tudom megképzelni, hogy tudod eltörni. Fogalmam sincs, de hát ugye, ajaj. Ugye ez az egész lemez, látom, most nézem. Ajaj. Hát itt nagy a gond. Hát most nem tudom, mit évölögyek. Azt mondja, hogy ugye elvileg ez így volt. Így összehegeszteni. Hát összehegeszteni, ezt tudjátok, milyen munka már. Hát nem tudom, milyen tartóelemet lehet-e szerválni. Hát itt komplett húbaker, itt az egész mi a fene? Most tudom, hogyan van ez? Hogy lehet ezt szétszedni úgy, hogy csak maga ez a konzol maradja meg? Hát ugye ez az egész lemez, látom, egybe van. Jajjajjajjajjajj. Na mindegy, megpróbálok azért szétszerem. Bevenjünk a műhelyben, azt ott folytatjuk, vagyis a bűnbarlangba, jó? Ezt a két csavart visszateszem, hogy tudjam, hogy ez ugyan idevalósi, nem szeretném, ha elvesznének. Ezeket szépen visszatekergetem így, meg ezt is ide hátra, ahol volt, egy kicsit belekapatom. Tudjam, hogy az ott volt. Oké, így, né. Hát itt van valami tömítés, hát nem tudom, hol itt esett ki, lehet, hogy innen alulla már. Na mindegy. Fáradjunk be, jó? Most, hogy bejöttünk a bűnbarlangba, első körben, egyet hörpincsünk, jó? Akkor ismételten egy hell, ismételten ez a nyári cucc, nem tudom, hogy ez milyen. Elvileg azt hiszem, ez bodzás, ha jól tudom, nem tudom, valami... Egyik kollégám mondta, hogy biztos nem fog ízleni, mert a kék az a bodzás, de megkóstoljuk ezt most, jó? Legalábbis én. Nem tudom, kinek milyen tapasztalata van, de megkóstolom ezt is. Ezekkel a illata nem rossz. Nem veszélyes ember. Nem veszélyes, jó ez. És ebben sem érzem azt a kesány és utóízt, mint az eredeti, ebben a hellben van, ugye piros klasszikban akarom mondani. Őben van egy kis utóíz, nekem is számomra lehet, hogy másnak nem tűnik föl, ilyen kis kesernyi és nem is tudom milyen utóíz. Jó, tudom, nem, lassan átmegyünk ilyen gasztrócuszba, mi hogy megmagyarázom, hogy milyen ízeket érzek. Nem akarok átmenni. De tényleg finom, ez tényleg finom. A másik is, ez a nyári kiadás, ez a kettő nyári kiadás a Hellnél. Ez jó, én szerintem jó. Egészségetekre. Oké, nem térjünk rá akkor erre a témára, jó? Jaj, ugye? Mondottam, ez nem lesz egyszerű. Na, megpróbálom, ittben szétkapom. Mert ugye azt a lemez darabot, nekem azt valahogy ki kéne bányásznom, csak az a baj, hogy elnézem, ez a lemez darab, ez komplett mindennel egybekötött lemez darab. Már úgy értve, hogy na, hogy a francba van ennek, nem ugrik ez le. Hogy meg, ja, kifelé. Ó, bakker. Mi a franc ez? Benzin? Hát lehet, hogy persze ilyen szállították a fiúk, előre volt budítva az egész, így állt a karburátor, meg lelafogott, szerintem ide folyt az anyag. Na mindegy, nem probléma. Mindjárt letörlöm. A benzin már marja az asztalról az olajas cuccot. Jó. Így, talán nem esik ki belőle a csavar. Vagy nem tud kiesni belőle? Talán nem. Na, levegőszűrő. Úgy is jó benzines lett most. És akkor le kéne vennem ezt az egész fém részt onnét, ha le tudom, persze, nem tudom milyen hányas... Na, még a végén, ne tettek oda, még a végén szerencsém lesz. 8-as kulcs megfogta. Hihetetlen, de megfogta. Nem gondoltam volna, hogy ez sikerülni fog. Nem tudom, egyszerűen nem tudok rájönni, hogy tört ez így a rezgéstől szerintem. Valami, vagy a főtengelyüt,
ebben a gépben, majd ha elindul valamikor, majd kiderül, hogy rázza-e vagy nem rázza. Mert akkor hát, akkor viszont, ja. Akkor viszont azért, mert nekem annak idején volt egy egyszerű kis fűnyíróm, nem tudom mi volt, vagy benzinmotoros tudsz. És ott meg a tank, képzeljétek el, ott a rázkódástól is kapott valamiben, tuskódó, nem tudom mit fogtunk vele annak idején. Aztán micsoda, de kezd rázkodni, tehát rezget, érezted, hogy minimális rezgése van a kezed, hogyan toltad kezednek. Aztán előbb-utóbb a tank. A tank alján hozzá verődött a blokkhoz, vagy nem tudom hova, és kikopott. Addig kikopott a tank, hogy aztán azt vettük észre, hogy csöpög. Tehát elképzelhető, kérem szépen, hogy ez is azért törött el, mert rázkódott a gép. Már magától, önmagától nem létezik, hogy így eltörik egy ilyen tartóelem. Ez anyás? Nem. Én nem hiszem el, hogy csak ilyen könnyedén eltört egy dolog, egy ilyen fém, főleg egy olyan dolog, ami egy, hát látható, hogy ezen aztán van minden, tehát ő tart minden fém alkatrészt, úgyhogy szerintem csak úgy önmagában nem törhet el. Csak gondolom, ez ezt eltörik, mert erről most le kell szednem minden műanyag alkatrészt, hát aztán, hogy mit csinálok vele, azt most én sem tudom. Azt hittem egyszerűbb dolog, azt hittem csak egy sima lapos vas, majd egy szögvas-szerű valami, amit akármivel esetleg meg lehetne helyettesíteni, de hát ez egy, ja, ez nem egyszerű eset, de nem ám, úgy, ez egyszerűen lejött róla, ezen semmi extra nincs, itt van egy kis tömítés, látható rajta a karburátor torkon, na kérem, itt van ez a három csavar, ezt a három csavart addig belakom ide, így né, hogy nehogy elkopjom, mert aztán itten hajlamos, hogy eltűnik egy-két dolog itt az asztalról, hajlamosság megvan rá. Na, ezt akartam mondani, látjátok? Ez az egész fém konzol, itt aztán tart mindent. Meg még a karburátor is, hogy ezen van. Még a karburátor ezen van, aztán most hogy tudom azt tudni itt levenni? Meg mivel? Na, ez itt a kérdés, választatok. Fogalmam nincs. Ezt kérem megcsinálnom, hogy fix legyen, mert így most betekerni tudok ezzel a kulcssal, kifele meg nem tudok sajnos tekerni vele, mert mindig elracsnizik. Hát ennek is Campes Dolores lett szerintem. Mindjárt szétkapom, megnézem, de szerintem szét se jön. Hát ja, hát ennek kaput. Na mindegy. Valamivel pedig szét kell vennem. Azt kéne megnéznem, hogy mi fogja meg. Mert ha valami megfogná, mondjuk ez megfogja, látjátok? Mondjuk ez egy. Pedig szerintem ő egy 10-es. Értek, egy 10 mm-es cucc megfogja. Mármint az a kis kulcs. És a 10-es kulcs viszont nem fogja meg. Na váltok, a villás része. Akkor lehet, hogy már megvan nyúlva a csillag része. Ó, tökéletes, tökéletes emberek. A 10-es kulcs megfogja a villás részével. Hát, folyik a benzin belőle. Na, csak a... Az innivalomba nem kéne bele csöpögtetnem, mert ujjjj, hát van itt bőven benzin, majd a túlfolyón folyik ki. Szerintem belentem ebbe a micsodába, ha még van benn valami. Na jó, hát állisten ennyi volt szerintem, vagy hol folyt ki belőle. Jó, szerintem kifolyt akkor belőle, ami volt benn. Jó, van, akkor nincs gond. Nem probléma ilyen. A benzin ide folyik, letörlöm benne az asztalt, legalább szép tiszta lesz. Aránylag. Úgyis mindig összecsúvázom, legalább így ezzel a benzin tudsz, benzines anyag feloldja innét az anyagot, a maszatot. Na, ezt kiveszem. Hát, ja, nem tudom, hol lehet ilyet konkrétan venni, mert ez nem tudom, hogy mennyire törvényszerű, ez eltörik. Vagy mennyire szokványos dolog, hogy egy ilyen motorna, és még mindig folyik emberek, akkor hol a francba folyik? Hát nem hiszem el. Várjátok, fejtetőre állítottam a micsodát. Aha, jó. Jó, szerintem most már kifolyt. Egy-két cseppet megmentettem. Az is valami. Úgy né, akkor ismét törlés. Így né, szépen áttöröm. Az asztalt, frankó. Na tehát, nem tudom, mennyire törvényszerű az, hogy eltörik ez a cucc, ez a konzol, vagy ez a tartórész. Hát itt viszont sajnos eltört. És még mindig folyik a benzin, most már mindegy, nem érdekes, egyszer csak elfogy.
nem létezik, hogy annyi benzin marad be ebbe a kis ülepítő részbe. Úgyhogy ide kéne, most nem tudom, megfogja-e, várjatok? Hol van ez a hülyeség? Hova dobtam félre? Hova eldobtam? Itt volt a kezembe az előbb. Van itt minden. Itt ázik az a rozsdás fűrészlánc, ami nemrég rölt, fékolajban ázik. Ugye abban a rozsdás fűrészből, amit megmentettem. Hát ami nemrég jött, ugye az a hölgy és nem dohányzó tulajtól vett fűrésznek a lánca. Azt szépen belevágtam oda. Hát már meglátjuk, hogy valamit ér-e vagy sem neki a fékolaj. Még az láncot azért meg akarom menteni. Na, itt van egy ilyen tömítés, látjátok? Na, itt van egy ógyűrű is. Aha, oké, itt egy ógyűrű. Akkor ez lejött innét, ez lehetett hogyan? Így talán. Aha, igen, így volt rajt, belül volt az ógyűrű. És akkor úgy tűnt, hogy ott egy hézag van, de viszont egy ógyűrű bent van. Akkor szerencsém van, mert benn maradt. Jó, van, nem rászkórolt ki. Jó, azt is félreteszem. Így. Na, de viszont amiben nincs szerencsém. Amivel nincs szerencsém, ő ez a konzol, ez a fém konzol. Hát ez kéne valahogyan, hát én nem tudom. Hát ezt egeszteni, hát én, lehet, hogy a, ugye akik nagyon vágják a hegesztési technikákat, azt összetudná hegeszteni, de ugye úgy kéne összehegeszteni, hogy valahol itt a sarkon, meg hát olyan helyen, ahol nem fekszik föl se minek. Mert ugye itt a karburátor rész van, ezen a részen, úgyhogy ide, itt nem lehet hegeszteni, abszolút. Ezen a részen nem tudom, hogy mennyire lóg bele a karburátor, mennyire se. Na várjátok, hol van a karbi? Azt mondja, hogy ez így van rajt, ugye? Hogy belül volt? Lehet, hogy most hülyeséget csináltam, szerintem belül volt. Ja, belül volt, bocsánat. Na, akkor visszateszem ide a karburátort. Na, csak úgy megnézés képpen. Na hát igen, látjátok, itt végig fekszik a karburátor. Ott hegeszteni abszolút nem igazán tudnék. Itt belül meg ugye ráfekszik a... Ha bár oda egy cső megy bele, ott még ide belőle még lehet, hogy lehetne elkezdeni. Itt ezen a kis ponton lehetne esetleg egy kicsit megheftelni. De hát az meg milyen? Ez nem jó. Pedig abban biztam, hogy én hegesztési tudományomat előkapvám, valamit csinálok vele, de hát ezzel sajnos nem tudok mit csinálni. Sajnos nem tudok mit csinálni, egy az, hogy vékony a lemezke is, meg hát nagyon annyira pici helyen tudnám meghegeszteni, hogy ott nagyon minimálisat tartam. És vagy esetleg még azt meg lehetne csinálni, hogy ide valamit még hozzáhegeszteni, heftelni erre a részre. Egy kis lemez. Hát tudjátok, ez már ilyen kókány munkám. Hát nem tudom, ilyet tudok-e szerválni. Ilyet tudnék-e szerválni, ilyen részt? Lehet-e ilyet külön kapni? Ez a kérdés választhatok. Addig szerintem nem tudok előre jutni semmivel, mert nem tudom, hogy ilyen kütyüt, ilyen konzolt, vagy ilyen lemezdarabot, vagy ilyen Isten tudja mi a franca neve ennek, ilyet egybe tudok én venni. Mert az lenne a legcélra vezetőbb, mert ezt én azt mondom, mert én is azt mondtam, hogy esetleg meghegeszteni itt a tulajnak, de így már látva ezt az egészet, én azt mondom, az a hegesztés, azt tudjátok, mit érne halottnak a csók. Kb. Annyit. Úgyhogy, ja, ez rendesen eltört. De érdekes, hogy fényes a törés. Ez furcsa nekem, hogy egy az egybe eltört. Tehát nem régi törés, vagy valami, és akkor folytatólagosan tört, és most fáradt el az anyag, hanem eltört. Na, egészségetekre, öblegessünk. Nem tudom, egyszerűen nem tudom, mit évő legyek. Hát azt csinálom, ezt valamilyen szinten megtörölgetem. Szagolgatom, ilyen már büdös, akkor beviszem, és átnézem a webshopok kínálatát. És ha találnék egy ilyen konzolt, vagy egy ilyen Isten tudja, mi a franca neve, akkor megnézném persze, mennyibe kerül, de nem, meg hát megírnám a srácnak, hogy mennyiből is tudnám ezt megrendelni. Ha találnék ilyet, és hogy rábólint-e vagy sem, mert ez sajnos... Ezt megjavítani, hát én nem tudom, de én a hegesztés nem tartom itt a legtökélet. Nem tudnám olyan szép körkörösen ide illeszteni, tehát lehet látni, hogy már eleve itt el van csúszva az egész, tehát nem szép körkörös se semmit. Úgyhogy...
De ha már itt van ez a gépezet, akkor már lehet, hogy karburátort... De nem kéne... Mert menni ment a gép, akkor a karburátorra nem kéne bántanom. Nem akarom a tömítéseket megszakítani, mert elég szépen tömít. Úgyhogy ezzel nem vacakolunk. Hát ezt meg majd... Most nem beviszem, tényleg aztán megnézem, milyen motor. Nem is néztem, Tekunk-Seko vagy Bridge. Lehet, hogy Bridge motoros. Nem néztem konkrétan. Aztán, hogy egy ilyen, hogy ennek mi a neve konkrétan. Hát végülis, ha tudjátok, hogy ezt hogy hívják, ezt az alkatrészt, amit most a kezembe darabokban van, megírhatjátok nyugodtan kommentben, nyugodtan megírhatjátok, aztán akkor azt szerint tudok keresni, vagy mit tudtok tanácsolni, mit lehetne ezzel kezdeni, mert én első ránézésre azt gondoltam, hogy meghegeztem, de hát, ja... Azért nem olyan egyszerű ezt meghegeszteni, meg nem mindegy, hol hegeztem meg már, ugye pici a hely, egyszerűen nem lehet, nem tudnám, hogy végig kéne az egészet heftölni, hegeszteni, de hát ugye itt már karburátor fölfekszik, úgyhogy oda meg sík felület kell. Annyira profi hegesztő meg nem vagyok, én azt hittem, hogy nagyobb hízagok vannak, nagyobb helyek vannak, ahol lehet hegeszteni, de hát itt nagyon picikek a helyek, meg hát a hegesztés nehogy elhúzza valamelyik irányba, tehát olyan tökéletesen. Ezt már meghegeszteni. Hát jó, aki vérprofi, annak pikpa a kisújból kirázza ezt, de én nem. Én sajnos nem. Hát ha minden kötél szakad, akkor egy próbát megejtek. De első gondolatom nekem most az, hogy esetleg kicseréljük. Ha tényleg tudok szerezni hozzá egy ilyen kütyüt. Egy ilyen valamit, amit ha megírtok, hogy mi a neve ennek a valaminek, akkor majd úgy fogom hívni, de most így erre azt mondom, hogy egy kütyű, vagy fém darab valami. Hát ugye ezen van minden, a vezérléstől kezdve minden hülyeség, tehát ez nem lehet csak úgy össze-vissza egy lemezből hajtok ide valamit, aztán kész. Ez úgy mondom, nem is azt mondom, de egy szerintem valamilyen szinten fontos szerepet lát el, úgyhogy akármiből nem tudom ezt megcsinálni, sajnos. Azt hittem, egyszerűbb dolgom lesz. Hát de, ja, hát nem, ez nem jött össze, emberek. Na jó. Ennyire jutottam, nem tudok ezzel addig mit csinálni, ezt a fűnyírót ledugózom a benzincsövet, ne fenjen bele a por. Leragasztom, leszikszalagozom, ez zacsakot húzok rá, aztán egyelőre akkor pihenőpályán lesz. Oké, nem, akkor egyelőre nem tudok mit csinálni. Sajnos nem tudok mit csinálni. Annyit tudok tenni, hogy most majd bemegyek, aztán körbenézek a webshopokban, hogy ilyen cuccot, ezt a fémdarabot, mert Isten tudja mi a neve, lehet-e szerválni külön, és akkor már, de... Akkor én attól félek, hogyha ne talán, tényleg, az én sejtésem igaz, hogy üt a tengely, üt a főtengely, akkor ugyanúgy el fog törni, mert a rezgéstől, maga, hogy a rezeg, vagy valahogy stabilizálnom kéne, valamit majd ki kéne találni esetleg arra, hogy az egész légszűrőházat valahol műanyagban, hogy meg kéne nézni, nem tudnék valami kis tartó konzolt arról tenni, hogy stabilabban tartja, mert jószerivel, ez a két kis csavar, ugye ennyi tartotta összvisz itt ezt az egészet, ami fel volt csavarozva, és vagyis ez a kis pici, ez a 3-4 centis kis lemez, azon rezgett az egész, ugye az mozgott, plusz a csövek, amik be vannak kötve, tehát azok is valamilyen szinten fixálták, de úgy látszik nem eléggé, ha eltört a francba. Lehet anyaghiba is, nem tudom, hogy mikor ez a gép, mennyit volt használva, ugye sajnos nem tudok róla semmit, csak ugye amit elmondtak róla, hogy kaszáltak, azt lebigyent a francba, úgyhogy elfáradt az anyag, hát örökké nem tart semmi, örökké tartana mindenhol, akkor nem lenne értelme a kereskedelemnek, meg semminek, ugye nem vennének semmiből újat, így viszont muszáj. Ez van emberek, kapálógép is, ott is egy ilyen furcsa hangok voltak, úgyhogy valószínű, az a sprint kapálógép, ugye, amit rongyal rángatok be, az viszont nem sokára indítok egy sorozatról, mert szétdöntöm a motorját, mert valami nem gömbölj onnan a gépnél. Most már nagyon asszonypajtás kapált vele kint, utolsó két vagy másfél sor lett volna, aztán leállt neki egyszer csak, pedig nem szokott. Aztán onnantól kimentem, hál' Isten egy rántásra el tudtam indítani, nem rántott vissza, nem tépte ki a karomat. Első rántásra el is indult, de viszont nagyon durva hangja volt, mert kalapáltak volna bent, úgyhogy félek is szétdönteni, ki tudja mi van, míg fogad bent. Én fekete füstöt is tolt ki, tehát feketés füstöt tolt ki. Úgyhogy szerintem annak is Campes Dolores a motorjának. Hát most a hajtás része ment el, és ott az miatt erőködik a motor, nem tudom.
valami elment benn, valami kopog benn, valami zörög benn, úgyhogy mondtam is neki, hogy akkor ennyi volt. Szépen be is húztam, aztán többit más választás nincs, kézikapálva kellett megkapálni, úgyhogy ez van. Hát igen, és mondta nekem is, kint a szemre hányta, hogy mint úgymond hobbi szerelő, mindenünk van. Van Isten, hogy hány kapálógép, de egy is se jó. Ez van, emberek, hogy én nagyon ráálltam ezekre a hülye fűrészekre. Aztán ugye másik gépekről sajnos elfeledkeztem, vagy nem is azt, hogy elfeledkeztem, valahogy mindig csak a fűrész, pedig most már a fűrészeket félre kéne tennem egy kicsikét, aztán ezekkel a gépekkel is kéne foglalkoznom, mint a fűnyíró. Fűnyíróm is itt van valahol, aminek neki álltam, ugye a fűnyíró motorjának akarom mondani. Meg akkor lehet, hogy azt a Sprint, nem tudom, 4-es, vagy mit tudom én, hogyan volt, 40-es, 40-es, azt hiszem, Sprint, 40-es, mit tudom én, Szent Király típusú kapálógép. Azt ugye erről volt már szó, írtátok is, hogy a fogaskeréken esetleg elcsúszik a műanyag, vagy a műanyag része. Mit tudom én, na mindegy, lényegtelen. Egy volt a lényeg, hogy kirántottam majdnem a kezemet berántáskor, úgyhogy azzal nem akartam foglalkozni, vagy nem akartam még ideje szétdönteni, mert úgy be tudtam rántani egy rongy darabbal, hogyha a rongyot visszarántja, az kiesik a kezem, kicsúszik a kezemből, nem tartom a berántó köteletnek a szarvát, vagy mi a franc, ezt a műanyagot. Na mindegy, emberek, az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg egyrészt, másrészt azt, hogy akkor megnézem a neten ezt a valamit, mit tudok vele kezdeni, mert hát így most ezzel nem tudok sok mindent kezdeni, hiába a sufni tuning azért nem úgy kéne megcsinálnom, hogy azért egy darabig még működjön, mert nem merem így most itt hegezgetni, meg kókányolás, ha az enyém lenne, akkor zokszó nélkül pikpak meghegeszteném, egy az egybe. Tehát nem pöcsölnék, egy az egybe meghegeszteném, úgy, ahogy össze-vissza tennék mögé valami tarn, vagy valahogy meghegeszteném, aztán kész. De mivel? Nem az enyém. És nem szeretném azt, hogy látnak milyen kókány, kókler, amúgy sem vagyok egy vérprofi, persze, nem vagyok egy vérprofi, de nem akarok még ilyen dolgokat kiadni a kezemből, ilyen szemeteket, hogy összekókányolom, inkább akkor tényleg megnézem, hogyha nem egy olyan ördöngős összeg, szerintem a srác is inkább azt mondja, hogy cseréljem ki, aztán az a tuti, vagy ezünk bele egy újat. Hát ha persze lehet ilyet kapni, nem tudom, vagy pedig kellene szereznem egy donort. Nem tudom, milyen fűnyíróim vannak itthol. Esetleg valamelyikről megnézni azokon milyen van, mert most minden fűnyíron ilyen-e, vagy persze, biztos nem úgy van ám megcsinálva, nehogy már tud egyiket a másikhoz rakni. Aha, ki van ezt találva, politika, üzletpolitika. Egyértelmű. Nagyon szép is lenne, ha egyik alkatrészt be lehetne tenni a másik gépbe. Mondjuk egy bridge motorból, egy tekumusságból, vagy fordítva, vagy össze-vissza, mindegy. Jó, egyszerűen aki száz a vége, itt a videó vége, emberek, aztán majd valamikor folyt köv, ez csak egy egyrészes kis kaland lesz, jó? Aztán majd valamikor folyt köv, nem tudom mikor, majd attól függ a srác mit fog mondani, meg én mit fogok találni, egyáltalán találok-e valamit. Ha nem találok semmit, akkor kóklerkedek, akkor hát valamilyen sufni-tuning módszerre azért megpróbálom megoldani. Aztán ameddig bírja, de ezt akkor meg is mondom a srácnak, hogy hát sajnos ez van, így csináltam meg. Ha valami gond van, ez nem messze laknak, pár 10 km, 15, úgyhogy ha valami gondja van, visszahozza, az kész, más nem tudok csinálni. Úgyhogy meg ő mondta, hogy valószínűleg lesz még egy fűnyírója is, aztán majd valamikor lejönnek így is, úgy is, azt már lehozza. Jó, akkor most már tényleg a videó végére, bízok benne, hogy a fűnyíró gokardom is a ki lett próbálva. Hát remélhetőleg jó bizonyított, nem szeretném azt, hogy beégetne, már úgyhogy nem indulna, vagy valami gondja lenne, de hát ugye, mint mondottam, 2 évet állt az a gép is. Bízok benne, kisrác is örült neki. Remélhetőleg nézi ezt a videót a apukája, aki eljött úgymond a gépért. És tényleg kívánom, hogy sok örömet szerezzen ez a gép neki is, mert gondolom azért ő is kipróbálja velem együtt. Én is úgy voltam vele, gyerkőcnek vettem, de hát ja, is. Tehát nagyon bízom, hogy a gokartban nagyon sok öröm lesz a gyerkőc részéről is, és szerintem nyáron az várja, hogy ha nem is, ha bár gokardozni is lehet vele, végülis nem muszáj mindig füvet nyírni, de szerintem azt néz, hogy mekkorát nőtt, ha nőtt egy centit, a fű már indul is a gyáho, hát remélem, hogy tényleg így csinálja, remélem, hogy tényleg nem lesz semmi balesetem, mert odaadtam neki azt a, ugye amit én oldalról levettem, ott a kés azért kilátszik, mondta is
ugye a vevő, hogy ott mindenféleképp le akarja burkolni, és egy ollal kidobós valamit tesz oda, mert nehogy a gyerek bele nyúljon, vagy a lába, vagy valami oda kerüljön, hogy még pörög a kés, ugye, azért vigyázni kell, hogy nehogy tényleg vagy baj, baleset történjen ebből, mert könnyen megeshet a baj. Mindenesetre odaadtam neki, amit levettem, azt az alkatrészt, az itt volt benne állam a barlangban, azt mondta első körben fölrakja, ha aztán nem tetszik, akkor leveszi, és akkor csinál rá egy ilyen oldalt kidobót, ami leburkolja szépen a kés tetejét. Jó, hát remélem, hogy most már helyen van az a gép, sok öröm lesz ott, aztán ezzel a fűnyíróval meg, majd folytatás, valamikor lesz folytatás. Jó, valamikor lesz majd még egy rész, vagy kettő, vagy három, Isten tudja, hogy meddig jutok el, meg hogyan jutok el, meg mi baja van, mert én nekem nagyon gyanús, hogy ez letört így. Nekem ez nagyon gyanús. Szerintem itt lehet, hogy főtengelyi kordrak is lesznek. Jó, mindenkinek a legjobbakat. Csákány, sziasztok!